A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ismét porttal foglalkozunk, annál is inkább, hiszen április 28-án Bolzánóba, Olaszországba utazik a magyar jégkorong válogatott, természetesen nagyon-nagyon sok volánossal a keretben, és május 4-ig kiderül, hogy az A csoportból sikerül-e feljutni az elitbe ismét, én bízom benne mindenképpen. Ugyanakkor fontos, hogy megismerjük azokat a játékosokat, akiket nyilván a jégkorong rajongók, és nagyon sokan vannak, mint tudjuk itt Székesfehérváron és hazánkban is, már ismernek. De egy kicsit kerüljünk közelebb hozzájuk azzal, hogy egy mélyre ásunk mindenfajta bulvár nélkül természetesen. Tehát vendégem Stipsitz Bence, tisztelettel köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy velünk. Egy olyan játékost köszönhetünk, aki 2016 óta Ljubljanán kivételével egy sérülés okán minden világversenyen képviselte a nemzeti színeket, 3 U18-as világbajnokság, 4 U20-as, és a felnőttség, ami ideje korán bekövetkezett. Az, hogy ez miként történt, ahhoz viszont neked kell, hogy szabad legyen, mégpedig azért, mert hogy töpörtjükként kezdődött ez az egész, mint mindenkinél, és ezt ezúton is köszönjük a nagypapádnak. Köszönöm szépen a meghívást. Igen, már nagyon kiskoromtól kezdve nagypapám azért úgy szépen terelgetett a jégkorong felé. Ő volt, aki először elvitt korcsiázni, akkor a műjégre, és akkoriban még úgy volt a műjégen, legalábbis én a Macnál kezdtem a jégkorong pályafutásomat, és ott úgy volt, hogy nagyon okosan tartottak edzéseket a műjégen, amikor volt a közönség korcsiázás, és így igazából így be lehetett állni, és akkor nagypapám így szépen így betult, hogy na próbáld ki, és hát természetesen nagyon megtetszett, és úgy indult el az egész. Ügyes voltál egyébként? Hiszen hát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Arról nem beszélve, hogy ugye ideje korán a Princetonba kerültél az édesapád munkája révén, ami azt hiszem, hogy ilyen értelemben egy előjáték annak, hogyha valaki sportágat választ, akkor miként tegye? Hát igen, most ez, hogy ügyes voltam, vagy nem, ez ilyen relatív kérdés. Az igazság, hogy annyira nem emlékszem, mindig is nagyon szerettem, és imádtam mindenféle edzésekre járni, amikor egy kicsit nagyobb voltam, akkor már több korosztályból is játszhattam, akkor még azért kevesebb volt a gyerek, szóval a lehetőségek idézőjelben jobbak voltak, még ha úgy a körítés nem is. És igen, hát ebből szempontból nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy apukám munkája miatt mi költöztünk egy időre Amerikába, az a hokinak is jót tett, megtanultam egy másik nyelvet, az mindenképp plusz volt a karrieremben is, mert utána is vissza tudtam menni Amerikába később is, meg úgy az életben egy nagy pluszt adott nekem, én úgy éreztem. Mindig jó tanuló voltál. Tehát ez mondjuk a családodban ilyen értelemben természetes, és amikor hivatást kellett választanod, azért a gimnáziumi évek alatt akkor már megvolt az a kettősség, hogy a tehetséges hok is, illetve egy megfelelő jövőképpel bíró srác, az mit tesz önmagával? Hát igen, ez nehéz volt, nem, azért eléggé meg volt követelve az iskolai családunkban, édesapám matematikus, édesanyám biokémikus, szóval arra nem volt sose lehetőség, hogy az iskolát teljesen elhanyagoljuk. Igen, ez egy nehéz döntés volt. Ugye a gimnázium második, harmadik évfolyamában volt az, hogy úgy tényleg el kell dönteni, mert én utána már magántanuló voltam, mert akkor már játszottam a végzős évenben a Macnak, hát akkor még MOL Liga, most Erste Ligás felnőtt keretében. Szóval ott ugye eldőlt teljesen, de azért nem adtam fel teljesen a tanulást. Szóval, mikor kimentem Amerikába, juniorba, még azután a szezon után a USHL-be, ott még az volt a terv, hogy majd Amerikába ilyen egyetemi hokira fog tudni menni. Aztán ott nem voltak olyan jó lehetőségek, és inkább ugye ideigazoltam Fehérvárra, de én itt ezt jeleztem a klubvezetésnek, hogy én szeretnék
mellette tanulni, és az ELTE TTK-ra, biológia szakra jártam, BSC-re, aztán MSC-re, most pedig doktorira. Így van. Szóval azért tudom. A tanulást nem adtam fel, én azt gondolom, hogy ez fontos, és szerintem a sportban is segít egyébként. Ki fedezte fel a tehetséged? Hiszen ez nyilvánvaló, hogy egyik pillanatról a másikra az önmagában azért azt látják, hogy tehetséges egy srác, ha ütött fog a kezébe és korcsolyát húz, de azért az fontos, hogy meglegyen az a kellő indítatás és az a bizalom, amit az csak úgy adható, ha valaki kijelenti, hogy igen, neked érdemes ezzel foglalkozni. Hát sok edzőt tudnék erre mondani. Nagyon kisgyerekkoromtól fogva egészen juniorig nekem Marton Tibor volt az edzőm a MAC-nak, aki most a MAC Erste Liga csapatánál edző. Ő volt az, aki mindig hajtott, hogy nagyobb korosztályokban az erősebb csapatban, meg több korosztályban játszak egyszerre. Szóval ő tudnám említeni, sok külföldi edzőnk volt akkoriban a MAC-nál, Finnországból érkeztek, ők mindig segítettek ebbe, aztán a válogatottnál, a korosztályos válogatottnál először, aztán egészen a felnőttig Glenn Williamson és Rich Csernomáz volt az, aki mindig hajtott és elvárt tőlem sokat ahhoz, hogy oda kerülhessek a felnőtt keretbe a Mi végére. Volt a folyamatos fejlődés záloga? Hiszen ezt megkoronázta 19 esztendősen már felnőtt válogatott voltál, illetve tiéd lett a Kósakupa az év legjobb első éves felnőtt játékosaként. Ami én azt gondolom, hogy az egy komoly elismerés, hiszen azokban az esztendőkben jött fel egy olyan korosztály, akik ma meghatározó játékosok. Igen, abban is szerencsém volt egyébként szerintem, hogy főleg én 97-es vagyok, de a 96-os korosztály az, amiből talán többen vannak most meghatározó játékosok a magyar jégkorongban, és mi mindig egymás ellen játszottunk. Szóval jó verseny volt köztünk a válogatott, az szinte kizárólagosan a MAC-ból és a fehérvári utánpótlás csapatokból állt, szóval mi egymás ellen mindig nagyon jó meccseket játszottunk, az mindenképp nagyon fejlesztett. Abban az évben én bekerültem ugye a MAC felnőtt csapatából, Majoros Gergely volt az edzőnk, ő azért adott nekem bizalmat meg helyet, ő előtte egy évig juniorban volt edzőm, és akkor tudtam, hogy mit vár el tőlem, azt jól tudtam csinálni, és az önbizalmat adott, és akkor volt egy jó junior VB-m, onnan behívtak a februári olimpiai selejtezőre, az volt nekem az első ilyen felnőtt válogatott szereplésem, az nagyon különleges volt a Pap Lászlóba, és ott is igazából jól tudtam játszani, és utána így kerültem be a világbajnokságra is. Amikor 2017-ben hazatértél, az egy fontos időpont, mert dátum megint csak, hiszen akkor jöttél Fehérvárra. Ez nehéz döntés volt? Igen. Hiszen tudtuk mi itthon, nyilván Fehérváron tudtuk, hogy a Fehérvár magasabb célokat tűzött ki, mindenféle értelemben, nemzetközi kupa szerepléstől és a többi, ami segített egyébként a hoki fejlődését is, válogatott szinten is, de egy fiatal számára mégiscsak a döntés felelőssége, ami felmerül. Hát igen, nehéz volt, mert egy kicsit fel kellett adnom azt az amerikai lehetőségemet, ami akkor volt, ott még maradnom kellett volna juniorba, azt gondoltam, hogy talán az nem a legjobb útvonal, és hát nehéz azért bekerülni, én ugye nem voltam benne a fehérvári utánpótlás programban, itt azért sok játékos volt, aki a saját programjukon átjutott el egészen a felnőttig, meg azért elég sok légióssal kell itt versenyezni mindig Fehérváron, szóval persze nehéz döntés volt, de azt gondolom, hogy az volt az akkori legjobb döntés, és ezt a mai napig is így gondolom, nem véletlenül vagyok itt most már, ez volt a hetedik szezonom, szóval azt nem lehet mondani, hogy ez egy rossz döntés volt. Meg az elején furcsa is volt, mert én mindig a Fehérvár ellen játszottam. Melyek voltak a kulcs pillanatok a megérkezésed után, hiszen nyilván nagyon sok minden köt. Tehát 2020-ban az ELTE meghódítottad, ugye már beszéltünk róla a természettudományi kart, ez egy nagyon fontos pillanat az életedben. Viszont az, hogy folyamatosan a bajnokságban kulcs szerepet játszhattál a magyar hoki csapatában, az nem különben. Ráadásul számtalan olyan mester jött az évek során a hozzánk a Raktár utcába, akitől nagyon sokat lehetett tanulni.
Tehát ezek a párhuzamok nyilván egész embert kívántak, és nagy felelősséget. Igen, hát az eleje az nehéz volt. Aki az első edzőnk volt, akkor a Benoit Laporte volt az edző, akkor a csapat nem teljesített annyira jól rögtön az elején. Hát azt hiszem novemberben el is engedték azt az edzőt, és akkor jött Hanu Järvenpe. Ő szerintem nekem egy kulcs figura volt, mert ő volt az, aki engedte, hogy kiteljesedjen az a játékom, amit én addig tudtam játszani, az előző edző nem nagyon szimpatizált azzal. Ő volt az első edző, aki úgy hagyott tényleg játszani, és akkor volt az, mikor úgy nagyot tudtam fejlődni, és azóta is próbálom igazából mindig ugyanazt csinálni. Persze most már kicsit öregebben, úgy kicsit könnyebb. Meg igen, közben az egyetem, az IPSC még elég sok óra, az nem volt egyszerű, de mindent meg lehet oldani, csak tényleg akarni kell csinálni. Hát a mesterképzés gondolom különleges kihívás volt mindenképpen. Igen, ott már abból a szempontból egy picit jobb volt, hogy jobban arra orientálódott a képzés, ami úgy tényleg az a terület, ami érdekli az embert, míg a BSC-n azért egy kicsit tágabb, de ott azért ilyen kivételes tanulmányrend, meg pótlási lehetőségekkel azért azt is lehetett szépen csinálni. Hát amikor mérkőzés volt, akkor ugye nem tud az ember, amikor vizsgai időszak volt, akkor nagyon kellett nézni a Neptun, meg a meccsnaptárat, vagy az, hogy mikor utazunk, hogy mindent összeilleszünk, és akkor néha azért kellett a tanárok jó indulata is, hogy megkértem, hogy esetleg még egy vizsgai időpontot be lehet-e iktatni. Az évben mennyit segített a te fejlődésedben, illetve az általában a magyar hoki fejlődéséhez? Hát én azt gondolom, hogy óriási, mivel azért teljesen más a szint. Tehát az a versenyzés, amiben mi részt veszünk minden egyes fordulóba, az azért egy elég magas színvonal most már. Szóval a légiósok mennyisége, minősége ebbe a ligába azért elég magas, és nagyon jó meccseket játszunk. Erre szerintem például a BL is, hogy az EBL csapatok, vagy most ICHL csapatok, szépen lassan úgy tovább is jutnak néha, meg olyan országok csapataival játszanak szoros mérkőzéseket, amire régen azt gondoltuk, hogy fényévekre van. Szóval ez nagyon jó, hogy mi egy ilyen kihívásokkal teli környezetbe tudunk mindig fejlődni. Korán sem véletlen, hogy teltház van minden mérkőzésen, és ez nyilván így lesz a Raktár utca után, legalábbis én bízom benne. Erről is fogunk beszélgetni, hiszen egy új otthonba költöztök, ami óriási kihívás mindenkinek, a szurkolóknak is, ha teszem hozzá, és a csapatnak, hogy teltházat vonzon, nincs kétségem felőle, hogy így lesz, de erről még beszélünk. Nos, beszéljünk a sérülésekről. A jégkorong egy fantasztikusan kemény sportág. Nyilván olyan sportág, amelynek az alapjait már ideje korán megtanulták a játékosok, és én azt mondom, hogy jelen pillanatban az egyetlen olyan csapatsport, amely fizikálisan teljes egészében felkészíti a játékost. Tehát 100%-ot kell nyújtani az edzéseken is ahhoz, hogy aztán ez a sűrű mérkőzés program során ne legyen sérülés. Viszont ez elkerülhetetlen. Te hogy jártál ezzel? Hát meg kell mondani, hogy amúgy én azt gondolom, hogy elég szerencsés voltam, ami kicsit néha furcsán is hangzik, de az első 5 évenben talán 3 mérkőzést hagytam ki, vagy 4-et, szóval azért úgy eléggé elkerültek az elején, csak ilyen apróbb problémáim voltak, amiket úgy ki lehetett húzni vele mérkőzéseket, meg így menedzselhetőek. Aztán a válogatott alatt, mikor mentünk a rigai olimpiai selejtezőre, akkor lett egy válsérülés, amiről ott nem állapították meg, hogy mennyire komoly, ahhoz vissza kellett jönnöm ide Fehérvárra a klubhoz, hogy tényleg megállapítsák, hogy mennyire komoly, és kiderült, hogy azt minél gyorsabban meg kell műteni, és így igazából az egész szezonom kimaradt. Hát az nagyon nehéz nézni, hogy a többiek játszanak, jól játszik a csapat, és sérültnek lenni az sose egy öröm, és a rehabilitáció, hát aki már hogy végigcsinált bármilyenféle rehabilitációt, nekem ez egy 6 hónapos dolog volt, azt azért nem kívánom sok embernek tényleg. Ráadásul kimaradt Ljubljana, ugye? Igen, azt nagyon sajnálom, hogy most már így 2 átcsoporton is részt vehettem, de főjutás még nem sikerült, mivel az első, akkor még túl fiatal volt, amikor Krakóba főjutottak, és ugye Ljubljana meg volt a második, ami nem voltam ott. Hát
Most jön a lehetőség, hogy ezen változtassunk, az nekem mindenképp egy nagy célom, hogy egyszer én is feljuthassak a válogatottal. Mi a fejlődés záloga a posztodon? És egyáltalán, tehát ezt elmulasztottam megkérdezni, miként lettél ilyen értelemben védő? Hát arra a válasz nagyon egyszerű, hogy mikor fiatalabb voltam, akkor mielőtt megnőttem, én kicsit olyan húsibb voltam. És akkor igazából itt lettem átvéd, mert mondták, hogy nagy darab vagy, meg úgy relatíve ügyes, hogy mit gondolsz, hogy ha átvéd lenne. És az elején gondoltam, hogy hát nem tudom, minden gyerek gólt akar lőni, meg sokkal jobb gólt lőni, meg örülni. Aztán mondta az edzőnk, akkor egy finn edző volt, hogy támadhatsz ugyanúgy hátvédként is, csak mindig vissza kell menni, de fölmehetsz támadni. Hát gondoltam, ez nagyon jó korizni, elég jól korcsolyáztam már akkor, szóval ez egy ilyen jó lehetőség volt, és Amerikában volt véglegesítve ez az egész. Ott volt egy olyan edzőm, aki játszott profi hokit, ott minden edző ilyen, nagy részt olyanok voltak, akik így nem igazán pénzért, hanem szinte közmunkából voltak edzők, de mind játszottak relatíve magas szinten. És ő mondta, hogy szerinte nekem jobb lenne, ha átvéd lennék, és akkor igazából így lett. Amiben a legtöbbet szerintem változott a hoki, hogy én tudom, hogy a szurkolók nagyon szeretik az ilyen nagy, verekedős, meg ilyen játékosokat, szerintem az egy picit kezd kikopni, főleg a hátvédeknél. Aki mostanában nem tud jól korcsolyázni, passzolni és támadni, az nagyon keveset fog tudni hozzátenni a játékhoz. Most már szerencsére vagy sajnos, ezt dönts el, aki akarja, az már nem elég, hogy csak védekezel, mivel minden támadás kihozatalokkal kezdődik, és nem tudod jól kihozni a korongot, akkor... Ezt egyébként megtapasztaljátok a nemzetközi mérkőzéseken? Tehát itt ugye már volt a Bajnokok Ligája, meg a másik szlovák csapatok, meg a többiekkel szemben, és ugye az Ébel, vagy most mindegy, hogy hívjuk, és nagyon sokat segített abban, hogy ilyen értelemben is szintet lépjetek, hogy mi az elvárás nemzetközi szinten ahhoz, mert az nyilván sokat segíthet, hogy most például ismét feljussatok az elitbe. Persze, hát ez ugyanarra vezethető vissza, hogy a verseny az nehezebb, szóval azok a mérkőzések, amiket játszunk az Ebelbe, azok jóval keményebbek, mint sok esetben a válogatott mérkőzések is, mert egyszerűen az ellenfelek erősebbek, jobban szervezettek, és az mindenképp rákényszerít arra, hogy pontosabban játsszál. Igen, hát felgyorsult a hoki, ezt nagyon is jól tudjuk. Itt még a beszélgetésünk előtt meséltem neked, hogy bizony ott voltunk a Raktár utcában, de ez én még hozzátenném, hogy annak idején a mi számunkra Petrov Mihajlov Harlamov, Sardin Marcel Jakusev volt az elit, és pontosan ezért kérdeznélek, hogy mennyit változott a hoki. Tehát nyilván megvolt az a orosz stílus, aztán elkülönült tőle a finn-svéd, tehát az északiak, és ugye mi nagyon későn, de elkezdtük megtapasztalni, hogy miként játsszák ezt az őshazában, a Kanadában, illetve az Egyesült Államokban. Igen, hát azért vannak különbségek. Nagyrészt a kanadai meg amerikai különbség az abból adódik, hogy a pályamérete más. Mivel keskenyebb a pálya, ezért kevesebb a hely, ott talán egy kicsit kevesebb az ilyen nagyon szép passzjáték, ami mondjuk az orosz hokira volt jellemző, ahol meg nagyobb a pálya. Ez csak abból adódik, hogy a hely, de én azt gondolom, hogy ez is nagyon változik. Szóval most már az NHL-t is, ha figyeli az ember, ott is inkább a szép passzok, szép cselek dominálnak, mint hogy össze-vissza dobálnák a korongot, és akkor majd lesz valami. Én azt gondolom, hogy Európában inkább ennek a kettőnek a keveréke van meg. Mert azért a kanadai vonal érvényesül itt is, a légiósok nagy része az észak-amerikai. És a légiósok mennyit tudnak segíteni, hogy ez a komplexitás előjöjjön itthon is? Hát én azt gondolom, hogy sokat abból a szempontból, hogy ott is azért különböző ügyességű játékosok érkeznek, most függetlenül attól, hogy honnan jönnek, de az, hogy valahogy mind érkezik valami más a csapatban, ami addig nem volt, tehát egy új, minden játékosnak van egy saját stílusa egy picit, és akkor a csapat úgy alakul, hogy ezt a sok egyéni képességet, meg erősséget valahogy egybe kell húzni, és minél több helyről jön valami, annál jobb tud lenni az egész. Szóval, hogyha tényleg egy jó játékos érkezik, akkor az ő jó játéka, az javítja más emberek játékát is. Ehhez viszont mindig kell egy olyan mester, aki korlátlan ura a helyzetnek. És ilyen szempontból ugye említetted a finn edződet, akitől nagyon sokat tanultál, de kik voltak még azok, akikkel szintet tudtatok lépni?
Hát én azt gondolom, hogy Kevin Konstantin volt még egy ilyen óriási pozitív behatás a klubra. Hát csak nézve azt, hogy döntőbe jutott akkor a csapat az első évébe, az egy óriási dolog. Illetve én azt gondolom, hogy amit most csinálunk Kis Dáviddal, annak is az alapjait azért ő rakta le. Kis Dávid abból szempontból szerencsés, hogy ő több vezetőedző mellett tudott dolgozni. Szóval mindegyikből ki tudott venni valamit, amit látta, hogy működik, esetleg amire ő azt gondolt, hogy nem működik, azt el tudta hagyni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a külföldi edzők ebbe tudnak nagyot hozni, hogy megtapasztalsz valami mást, nem csak játékosként, hanem edzőként, de az a szintű beleszólás a játékba, amit Konstantin csinált, az rengeteget tanított nekünk. A végén nem úgy alakultak a dolgok, ahogy akartuk volna, de én azt gondolom, hogy ez egy nagy pluszt adott a csapatnak. Aztán persze annak is megvoltak a hátulütői, de én azt gondolom, hogy maga az az alap, amit lerakott, az nagyon sokat segített nekünk. És nyilván ez így volt a válogatottnál is. Így van, még a mai napig is ott is ugye ugyanez igazából, hogy aki ott akkor másodedző volt, az is látta, hogy hú, ezek a dolgok működnek, ezek a dolgok lehet, hogy nem működnek annak az edzőnek a tarsajából, de amik működnek, azokat tartsuk meg, és akkor amellé próbálunk tenni. Szóval remélem most is a válogatottban, hogy annak az alapjait azért alkalmazni fogjuk, amit arra az átcsoportra összeraktunk. Igen, ez nagyon jó, hogy íve van egyébként a Volán történetének, tehát Csicsótól, ha így megyünk szépen sorban, akkor most Kis Dávidról beszéltünk, aki bizonyos értelemben azért is van könnyebb helyzetben, és a játékosok is, hiszen ő már jó néhány játékost edzett a junior kerettől így felfelé. A vezetés megvan, Szélig Viktorra nem lehet panaszunk, a felső vezetés nem különben, úgy ez nagyon jó. Mit vársz a VB-től? Így végezetül. Hiszen az elvárás, tehát ha megnézzük, hogy kik szerepelnek, szlovén, olasz, Dél-Korea, Románia, Japán, én azt mondjuk, hogy a Szlovénia lehet a legkomolyabb ellenfél, bár mindig van sötét ló, akár Olaszország is például. Hát igen, a szlovénok szempontjából sötét ló, azok szerintem mi vagyunk. Azt szerintem igen. A szlovénok a tét meccsen, én nem tudom, hogy mikor vertük meg utoljára, de ha tippelnem kell, nagyon rég, mert amióta én játszok, én nem emlékszem olyanra, hogy tudtunk ellenük győzni. Ott azért van egy olyan generáció, akivel nehéz versenyezni. Most, hogy abból kijön el, azért a szlovénoknál az is nagyot számít a világbajnokságra, majd meglátjuk. Az olaszoknál szintén ez a helyzet. Ha megnézzük a miligánkat, ott vannak olasz játékosok, úgy mint magyarok azért bőven, de még több olyan van, aki kanadai, de van olasz útlevele, és játszhat elméletileg a válogatottba. Ők ugye készülnek az olimpiára, ott kérdés, hogy mi lesz a koncepció, mert hogyha ők elhoznak 10 ilyen kanadait, akkor azért akkor nagyon nehéz lesz. Ha nem, akkor is nehéz lesz, de akkor azért azt gondolom, hogy van egy kis esélyünk azért ott ellenük. A románoknál sem nagyon tudom, hogy ki fog játszani, ott is sok finn, meg orosz, meg magyar játékos van, szóval ott is a keretek nagyon változatosak lehetnek. Nekünk mindenképp az a célunk, hogy megadjuk a lehetőséget magunknak, hogy följussunk. Itt szóval. Hát ha megnézzük, akkor pont a románokra akarnék kitérni, csak nagyon röviden, hiszen a legjobb négyben a Brassó, Csíkszereda, és ott voltak. Tehát azt hiszem, hogy ez önmagában is elmondja, hogy mire készülhetünk. Már nagyon sok magyar van értelemszerűen. Tehát indultok az edzőtáborba. Milyen lesz a készülés, a felkészülés? Hát most úgy lesz, hogy lesz tábor Budapesten, utána elmegyünk Lengyelországba játszani edzőmeccseket, utána pedig Fehérváron fogunk készülni az új arénába, és ott is fogunk játszani két edzőmeccset, mielőtt elmegyünk Bolzánóba. Szóval szerintem ez egy ilyen ideális program, van lehetőség edzeni rendesen, felkészülni rendesen, nincs túl sok mérkőzés, nincs túl sok utazás előtte. Szóval
ez szerintem egy ideális lehetőségnek. No, hát történjék így, hogy legyünk harcban a feljutásért mindenképpen. Sérülésmentes időszakot kívánok neked, volános szempontból, válogatott szempontból mindenképpen, és köszönjük, hogy vagytok nekünk, hiszen azt hiszem, hogy korántsem véletlen, hogy a jégkorong a legnépszerűbb csapatsportág Székesfehérváron, és ráadásul egy olyan gyönyörű csarnokban nincs kétségem felőle, hogy teltház lesz. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Hát köszönöm szépen, és remélem, hogy minél többen jönnek majd a mérkőzéseinkre. Nincs kétségem felőle. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Stipcsüt Bencéről beszéltünk nagyon sok mindenről, de hát most már fókuszáljunk a közelgő világbajnokságra, érdemes lesz figyelni őket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.